egymást követték a pánikrohamok. Az előadás olyan kérdésekre keresi a választ, hogy mit mesélne egy pad, egy vár, egy busz vagy egy híd, ha beszélni tudna. Mit mondana a Duna vagy a hajdani Szent Háromság szobor, illetve hogy érzi magát mostanában a strand vagy a péterváradi nagy óra. 10 literes motorral, 168 lóerővel. Ozsvár Róbert egy autóbusz szemszögéből adta elő Újvidék lüktetését, tömegközlekedését. Valahol az első emlékeim között van ez is, amikor elkezdtem járni egyetemi felkészítőkre, hogy megérkeztünk ugye a buszállomásra, és most hogyan jussunk el az egyetemi városig. És akkor mondták ott, hogy a négyesre kell felszállni. És először csak azon a vonalon utaztunk, és máson nem. És akkor ugye az évek során nyilván feltérképeztük a többi vonalat is. A színészek közül szinte senki sem született újvidékiként. Életük bizonyos pontjaitól kezdtek el kötődni a városhoz, helyszíneihez, jellegzetességeihez. Ezek közül választott mindenki magának egyet, és adta elő történetét monológ vagy dal formájában. Imádom a központot, a Péterváradot, és hát ugye a strandot, vagyis a Duna mentét, és hát megszerettem. Megszerettem, azóta nem csak a Dunát, a várost is nagyon, és hát itt is élek, ugyebár már jó pár éve, és nem is nagyon szeretnék innen elmenni. Most már fontosnak tartom, hogy én is egy olyan városban élek, aminek van Dunája. Az előadás Szalai Elor Emina ötlete volt. Ennek alapján dolgozta ki a koncepciót Cernakovics Gabriella, aki a darab rendezője, koreográfusa és egyik szereplője is. Színészek vagyunk, ezt tudnunk kell belehelyezni magunkat ember bőrébe, akkor próbáljuk meg akár műemlékek vagy bármi másnak a bőrébe, és akkor meséljünk rajta keresztül. Tehát nyilván ez hozzájárult az, hogy kutatni kell egy kicsit, hogy ugye tulajdonképpen pontosan mi volt az, hogy született, miken ment keresztül, és akkor ők mindannyian végeztek kutatómunkát, kiválasztották, ami számukra a legszimpatikusabb. A színpadi eseményeket végig kíséri Klemm Dávid zenéje, valamint a színpadon született meg Németh Andrea képzőművészeti alkotása is.